Negyedik alkalommal került megrendezésre a Karcagi Erkel Ferenc Alafukú Művészeti Iskolában a Jászhajkun Szolnok vármegyei vonós verseny. A megmérettetésre közel 50 gyermek nevezett. A tanulók megmutathatták a verseny során, hogy milyen ügyesen sajátították el az általuk használt hangszerek kezelését. Erre a vonós versenyre a megyéből, illetve a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területéről összesen 10 iskolából érkeznek gyermekek, hegedűs és csellista gyermekek, és ők mérik össze a tudásukat. Ők most per pillanat 47-en vannak. A verseny egésznapos, és zsűri értékeli a gyermekek munkáját. A zsűri az Debrecenből érkezett, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnáziumnak a tanárai, illetve művészek, Versánszki Ildikó hegedűművész, Dénesi Csaba hegedűművész és Pető Áron András csellóművész lesznek, akik a nap folyamán, én úgy gondolom, hogy elég kemény munkát fognak végezni, hiszen 47 gyermeket zsűrizni, értékelni nem egy könnyű feladat lesz. A vonós versenyt megtisztelte jelenlétével Szepesi Tibor városunk polgármestere is. Egy olyan helyszínen vagyunk, amely meghatározója Karcag város oktatásának, hiszen a zeneiskola hosszú évek, évtizedek óta jelen van a város életében. Nagyon sok gyermek, ahogy hallottuk, még a zsűri tagjai között is van olyan, aki ebben az intézményben végzett és indította el azt a zenei pályát, vagy indította el azon a zenei pályán, amelyet lehet, hogy ő akkor fiatal korában még nem is gondolt, hiszen nagyon sokan, sőt azt gondolom, hogy szinte mindenki nem azért megy zeneiskolába, hogy óriási művész váljon belőle, hanem egyszerűen a zene szeretetéért, szereti hallgatni a zenét, szereti azt a hangszert, valahonnan látta, akár családból, akár a különböző médiákon keresztül, és megtetszett neki, elkezdett játszani, elkezdett tanulni. És én biztos vagyok abban, hogy az, hogy valaki zeneiskolába jár, az egész életére meghatározó. Hiszen olyan alapokat, műveltségi alapokat kap a zene révén, amely végig kíséri egész életén. És ami nagyon fontos, nem csak zenei alapot, hanem egyfajta kitartást, odafigyelést és elszántságot is ad, amely talán a legfontosabb a mai világunkban. Hiszen ahhoz, hogy egy zeneművet elő lehessen adni, ne csak versenykeretek között, hanem egyszerűen otthon a szülőnek, nagyszülőnek, ahhoz rengeteget kell gyakorolni. Polgármester úr hozzátette, lesznek győztesek, lesznek második, harmadik helyezettek, de biztos abban, hogy aki ezen a versenyen részt vesz, az mindenki nyertes, és mindenki olyan élményekkel fog hazatérni, amelyek a következő évekre, évtizedekre is meghatározóak lesznek. A verseny során a tanulók korcsoportonként voltak beosztva, a szerint, hogy ki hány éve tanul a saját hangszerén. A zsűri az értékelés során a hangszerkezelést, illetve azt figyelte, hogy a diák milyen pontossággal tudja eljátszani az adott darabot. A Karcagi Erkel Ferenc Alafukú Művészeti Iskola növendékei közül hegedű egyes korcsoportban Petri Polett második, második korcsoportban Szabó Fanni első, harmadik korcsoportban Kundra Hanna első helyezett lett. Felkészítő tanáruk Székelyné Szabados Anna Mária. Cselló egyes korcsoportban Kátai Dóra és Tóth Komlósi Áron István első, második korcsoportban Kátai György első helyezett lett. Felkészítő tanáruk Urbánné Tóth Klára. Gratulálunk az eredményekhez!